Szexárd komoly múltra visszatekintő patinás cége a BHG AS Kft., amely 5,5 hektáron helyezkedik el, fennállásának 70. évfordulóját ünnepli. A vállalat fő tevékenységi körét 1951-es alapításától 1975-ig az olajkályhagyártás tette ki. Ekkor még vasipari vállalat néven működött. Ekkor született az a politikai döntés, hogy a Magyarországon kezdődő telefonközpontok gyártásába a vasipari vállalat, mint fémmegmunkálási tapasztalatokkal rendelkező cég kapcsolódjon be. Innentől kezdve a vállalat, mint a budapesti BHG része, BHG Híradás Technikai Vállalat 4-es számú gyáregysége lett. Az olajkályhagyártás megszűnt, helyette telefonközpontok készültek, és ezt a tevékenységét a BHG a 90-es évek elejéig folytatni is tudta. A rendszerváltás után a BHG igazodva a megváltozott piaci igényekhez új vevőket, új termékeket keresett. Az első komoly munka az Opel autógyár tároló konténereinek gyártása volt. Itt készültek a prés alkatrészek, ezeket összeheggesztették és festették is. Ez hozta meg a lehetőségeket később, hogy a cég autóalkatrészeket is gyárthasson. Az Opelnek készítettek pótkeréktartókat és térelválasztó rácsokat is. A következő nagy változás az volt, hogy 1994-től a Prettl Holding önálló részeként működik a cég, BHG Alkatrészgyártó Kft. Néven. My name is Erhard Prettl. Az én nevem Erhard Prettl. Én a Prettl csoport egyik senior vezetője vagyok, és már 25 éve járok a BHG-ban Szexárdra. Ennek köszönhetően új távlatok, új lehetőségek nyíltak meg előttük, és második vonalas beszállítói lehettek a nagy autógyáraknak. Azóta számos új vevővel és számos új termékkel egészült ki a BHG palettája. Jelen pillanatban a fő tevékenységi köre a préselés, hozzátartozó szerszámok tervezésével és legyártásával, a heggesztés, robotheggesztés, a porfestés, az összeszerelés. Jelenleg gyártott termékei között szerepelnek a komplett ülésszerkezetek, heggesztett szerelvények, álló fűtés kipufogó rendszerek, ülésállító villanymotorok, repülőgépipari szerszámok, présalkatrészek. A BHG a Prettl csoport tagja, ahol a cégek képviselhetik magukat a műanyaggyártás, az elektronika és a kábelgyártás területein is. Az ebből az együttműködésből származó előnyöket a BHG ügyfélköre is kamatoztatja. Tehát van az autóipari profil, az a legerősebb továbbra is a cégnél, de van egy elég komoly terület, ez a hidró vagy aero terület, ami repülőgép szerviz alkatrészeket gyárt, tehát nem alkatrészeket, ami a repülőgépbe kell, hanem a kisegítő alkatrészei, ami a szerviz támogatáshoz szükséges különböző tartókat, konzolokat, létrákat esetleg, ilyen termékeket. Ezek elég komoly hegesztett szerkezetek egyébként. A BHG piaci helyzete meglehetősen pozitív. Jelenleg nagyon stabil kereslet jellemzi a piacot, különböző projekteket nyertünk el, és hosszú távú piaci növekedéssel számolunk. Az elkövetkező években az ügyfélkör az autóiparról elsősorban a repülőgépiparra, az outsourcingre és a megújuló energiák piacára tevődik majd át. Ez segíti a 2020-2021-ben történt beruházás, amely során a Kft. Területén két új gyártócsarnok is épült, illetve számos eszköz került megvásárlásra. CNC megmunkáló központok, targoncák, 3D koordináta mérőgépek. Továbbá folyamatban van kapacitás bővítésként egy 1300 tonna nyomóerejű hidraulikus présgép telepítése. A beruházásnál szempont volt, hogy támogassa a klíma és környezettudatosságot, melyhez a Prettl csoport részeként a BHG is csatlakozott a CO2 Zero program keretein belül. A BHG rendelkezik egy stabilitással. Hát, ha megnézzük, akkor ez a 400 fős létszám, ez jó pár év ennyi. Tehát voltak különböző válságok, tehát most itt lehetne nézni a 2008-as, de nem kell olyan messze menni. Tavalyiban volt ez a korona válság, ami ugye megrendeléseket elvett tőlünk, és akkor is az cég megtalálta azokat a lépéseket, amivel át tudta vészelni a helyzetet, illetve jelen pillanatban is én azt mondom, hogy van egy növekvő tendenciánk, tehát új munkákat tudtunk megnyerni.
kollégáink dolgoznak most is Esslingenben, ahol az Ebay-spiértől fogunk telepíteni új termékköröket, gépekkel, berendezésekkel, tehát van mindenképp jövőképünk, és ami még egy nagyon nagy előnyünk, olyan technológiával rendelkezünk, olyan gyártási technológiánk van, amelyik az idővel talán annyira nem változik, mint a legtöbb hasonló cégnek a termékköre. Tehát ha most azt mondom, hogy a telefonokat, a számítógépeket megnézzük, hogy milyen változások vannak, mennyire gyorsan, mennyire hamar jönnek ki az új termékek, akkor amit mi csinálunk, az egy állandó dolog. Tehát a fém megmunkálásnak az alap elmélete az nem változott, vannak modernebb gépek, korszerűbben gyorsabban lehet gyártani dolgokat, meg lehet mérni dolgokat, de az alapok ugyanazok. A másik dolog, ha megnézik a termékkörünket, főleg nagyméretű alkatrészeket gyártunk, ahol a szállítás az problémás. A nagyméretű alkatrészekhez szintén nagyméretű gépekre van szükség, ezzel se rendelkezik mindenki. Most mivel a szállítás problémás, kell hozzá egy elég speciális géppark és szakértelem is. Nem fenyeget minket az a veszély, hogy tegyük föl egy döntés miatt, amikor a vevő úgy gondolja, akkor áttelepíteni a termékkörünket más, esetleg olcsóbb helyszínekre. Még egy dolog, a fluktuáció elég alacsony a cégnél. Tehát én azt mondom, hogy a 4%-os fluktuáció, amit elértünk a tavalyi évben és az idei évben, ez egy nagyon komoly arány. Ugye a 4%-ot úgy kell értelmezni, hogyha 100 főből 2 fő elmegy, és 2 főt fölveszünk, ez adja a 4%-ot. Folyamatosan fejlesztünk, és folyamatosan igyekszünk beruházni a piaci igényeknek megfelelően. Tehát a legkomolyabb, ami az elmúlt időszakban történt, az egy állami pályázatnak a kihasználásával egy építkezés volt, illetve gépvásárlási beruházás. 2 új csarnok épült a BHG-ba az idei évben, illetve vásároltunk 2 megmunkálóközpontot, vásároltunk 2 új targoncát, és a legkomolyabb beruházásunk az jelenleg is folyik, épp, hogy csak a kezdetén vagyunk, fogunk vásárolni egy 1300 tonnás hidraulikus prést, ezt letelepítjük, ennek a csarnokát elkészítjük, tehát ez egy nagyon komoly munka lesz egyébként, egy nagyon komoly gépalapzattal, tehát ez az, ami várható az idei évben mindenképp. Illetve, ahogy említettem, az Ebay-spiért céggel van egy futó projektünk, tehát ott el fogunk indítani egy elég komoly üzemrészt, ami a gyújtókamra belső égéstérnek az összeegesztése lesz, ami állófűtésekben fog működni. A több mint 400 főt foglalkoztató BHG Alkatrészgyártó Kft. Egy családi nap keretében ünnepelte a jubileumot. A rövid megnyitó után egésznapos program várta a dolgozókat és családjukat gyárlátogatással, szórakozási és játék lehetőséggel, műsorral és remek hangulattal. A programon részt vett a cégcsoport tulajdonosa, a Prettl család is. Nagy örömmel tölt el a vállalat fejlődése, és nagyon büszke vagyok a vállalat valamennyi dolgozójára és a menedzsmentre egyaránt. Johannes Prettl vagyok, Prettl csoporton belül a Prettl Magnetum Schalter Technik GmbH, valamint a Prettl Automotive Cseh ügyvezető igazgatói pozíciáját töltöm be, és ezzel a Prettl csoport, Prettl csapatának is tagja vagyok.
Mindenképpen szeretném elmondani, hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy ma egy ilyen emlékezetes napon a BHG 70. évfordulóján itt lehetek. 70 év hihetetlenül hosszú idő, számomra nem magától értetődő a mai jelenlétem. Én a Pretl csoport harmadik generációját képviselem, mindkét lánytestvéremmel, Tereza és Julia Pretl-lel, valamint unokabátyámmal, Willi Pretl-lel együtt. Akikkel szeretnénk a vállalatnál egy új gondolkodásmódot bevezetni. Szeretnénk a Pretl csoportot, amelynek a BHG alapvető fontosságú tagja, kicsit úgy átalakítani, hogy a környezetvédelmi hozzáállás egyre nagyobb jelentőséget kapja. Ennek rendkívül fontos eleme a Bosch céggel közös, kiemelt jelentőségű környezetvédelmi kezdeményezésünk, a Pretl Go Zero projekt, amelynek keretében elsősorban energiatakarékos termékeket kívánunk előállítani, és a vállalatot ennek megfelelően optimalizálni. Hosszú távon pedig szeretnénk a karbonsemlegességet elérni. Ez elsősorban nem azt jelenti, hogy a mobility üzletágunkon belül új termékeket gyártanánk, hanem a jelenlegi gyártást szeretnénk környezetbarátabb üzemelésre átállítani. És mindezt úgy, hogy közben a vállalat energiahatékonyabbá és a munkavállalók számára vonzóbbá váljon. Még egyszer megemlíteném, hogy személyesen mennyire nagy örömemre szolgál, hogy ma itt lehetek, látni azt, milyen pozitívan fejlődött a BHG az elmúlt években, és remek példája annak, hogy mennyire különböző típusú vállalatokat tudunk kezelni a Pretl csoporton belül. Optimizmusra ad az is okot, hogy jelenleg több jelentős új projekt is fut. És még az idei év végén a BHG komoly volumenű gyártásba kezdhet állófűtések égéskamrájának heggesztésével, illetve présalkat részeket gyárthat a Pretl csoporton belül működő Refug GmbH számára. A BHG jövőjét meglehetősen pozitívan látom, a meglévő vezetőséggel és a jelenlegi modern termékportfólióval komoly jövő áll előttünk.